Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A következő időszakban a fehérvári beszélgetésekben szándékaink szerint olyan intézményvezetőket hívtunk meg, akik a Székesfehérvár művelődési intézményeinek vezetői, mégpedig azért, mert a kulturális élet is nagyon komoly csorbát szenvedett a koronavírus járvány idején, és ezért fontos, hogy a talpraállás közvetítsük, illetve a terveikről beszámoljunk. Mai vendégem Jakubek Tiborné, a Szent István Művelődési Ház igazgatója. Szervusz Ági, köszönöm, szervusz, hogy itt vagy velünk. Hiszen a keresztény szellemiség otthona nagyon fontos számunkra. És fontos, mert egy olyan időszakot élünk, amikor nagyon fontos egy kicsit figyelni önmagunkra, figyelni a közösségre, és a Szent István Művelődési Ház mindez idáig élen járt. Ugye egy jó hírt ezen a héten már közölhetünk nézőinkkel, hiszen megnyíltak a templomok püspöki szentmisével a Szent Imre templomban, annál is inkább, hiszen a Szent István Művelődési Ház fenntartója, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke, a főpásztor Spányi Antal ebben az esztendőben, illetve pontosan ezen a napon 17 esztendeje áll az egyházmegye élén. Viszont amiről nekünk beszélni kell, tehát, hogy nagyon sok olyan rendezvény elmaradt, olyan program, koncertek, kiállítások, klubok, egyesületek, találkozói, amelyek nagyon fontosak voltak számunkra az elmúlt időszakban. De mielőtt erről beszélnénk, hogy milyen folyamata lesz a talpraállásnak, egy kicsit a felújításról beszéljünk, hiszen azért be tudtunk még számolni arról, hogy azért nem töltöttétek tétlenül az időt, hanem új különböző nagyon-nagyon fontos beruházások zajlottak az intézményben. Valóban így van. Az év elejét már a felújításoknak a megindításával indítottuk ebben az évben, és nagyon-nagyon nagy, erős, komoly kihívás volt a munkatársak részéről, hogy úgy üzemeltetni az intézményt, hogy maga a kivitelezési munkák is folyjanak, és az akkor még aktívan működő programok is megvalósuljanak. Hiszen az év elejét azért nagyon-nagyon sok programmal, koncerttel, előadásokkal, és természetesen különböző szolgáltatással indítottuk. Ugye báloknak adtunk helyet különböző úgymond nagy létszámú rendezvényeknek, és ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tartani, hiszen ha kedves hallgatók, kedves tévénézők visszaemlékeznek rá, szinte az év elején, egész március közepéig minden meghirdetett rendezvényünk, nagyon nagy örömünkre mondhatni azt, hogy nagy érdeklődésre tett szert, tehát szinte mindegyik teltházas volt. Fantasztikus előadókkal, koncertekkel, előadásokkal, filmvetítésekkel, mindennel. És hát úgy kellett rendbe tartani az intézményt, hogy ezt a hozzánk érkezők úgymond ne vegyék észre. Hát a koronavírus sajnos, azzal, hogy igazából zárt kapukat parancsolt nagyon-nagyon sok intézményre, itt a kivitelezési munkák tovább folyhattak, így aztán ez a fajta munka valamilyen szinten megkönnyebbült, és fel is tudott gyorsulni. Örömmel mondhatom, hogy a Szent István Művelődési Házban most már a földszinti WC-k, kiszolgáló helységek, mellékhelységek már elkészültek, a teherszállító liftünket, az kifejezetten a akadálymentes, tehát a mozgáskorlátozottaknak már biztosított, majd tudnak vele közlekedni. Épp most, hogy jöttem ide, épp akkor voltak kint a lift átnézésén szakemberek, hogy az utolsó átnézés, tehát a biztonságos működéshez való áttekintés megtörténjen, hogy majd azt követően, hogyha a közönségnek már a birtokába kerülhet, tehát használatra kerül, akkor azzal tudjunk jól működni. Nagyon sok szép dolog meg tudott így ezáltal újulni. Természetesen ez nagyon fontos, hogy megköszönjük a lehetőségét magának a fenntartónak, hogy fontosnak tartotta, hogy belekerüljön az intézmény ebbe a projektbe, és természetesen mellettünk nagyon sok szép másfajta dolog is épül. Nagyon örültem itt a felvezetőben annak, amikor te mondtad, hogy ezen a héten már vasárnap ugye lehetőség nyílt arra, hogy már vasárnap is szentmise van. Épp tegnap beszéltem Toronyatyával, akik ugye a hétvégén szabadtéri misét tudtak tartani, és milyen hihetetlenül nagy öröm volt nagyon sokak számára. Én hiszem azt, hogy nagyon nagy szükség van, és nagyon nagy szükségünk van az egyes embernek és mindannyiunknak a kulturális közösségekre, a támaszra, a beszélgetésre és a lelki támaszra különösképpen. Igen, hát közösség megtartó erő. Hogyne. Tehát arról beszéltünk ugye, hogy márciusig minden program megvolt, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy azok a kiállítások, amelyek a Szent István Művelődési Házban köszönthetünk, rendkívül fontosak számunkra. Hogyan lehet itt talpra állni, hiszen tudjuk, hogy elmúlt húsvét, ami különösen nagy ünnep, el fog múlni pünkösd is, úgy, hogy
a Szent István nem adhat otthont azoknak a tárlatoknak, előadásoknak, amelyek ehhez, ezekhez a dátumokhoz, ezekhez az ünnepekhez kötődnek. Hogy lehet ezt pótolni? Hogy tud összeállni a csapatod, mármint az a közösség, amelyet ismerünk, és amely remek munkát végez, hogy ne veszítse el a hitét egyik oldalról, másik oldalról pedig maximálisan felkészüljön arra, hogyha kinyit a ház, akkor megint telt ház várja valamennyi rendezvény. Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, és én is megtapasztaltam, és szerintem biztos vagyok abban, hogy nagyon sokan meg fogják tapasztalni ezt a fajta feladatot, mert ez nem könnyű feladat nekünk. Én úgy gondolom, hogy az segített ebben, hogy nem, tehát ugyan zárt ajtóink voltak a nagy közönségnek, de azzal, hogy volt feladatunk, és be kellett jönni, és bár megtartva az előírt szabályokat, tehát hogy valóban mindenki végezte a dolgát a maga helyén, és figyeltünk arra, hogy megfelelő távolságtartással tudjunk kommunikálni, érintkezni, és mondjuk a dolgainkat végezni, az nagyon fontos dolog volt, hogy hetente 3-4 alkalommal mi mégis találkozunk, tehát is mégis volt közös feladatunk, és így nagyon sok mindenről tudtunk beszélgetni. De én is azt vettem észre, hogy ott, ahol ez elmaradt, ott biztos vagyok benne, hogy azért nehézségeket tud okozni a visszalépés ebbe a fajta mozgásba, tehát ebbe a fajta szervezési formába, amire igazából egy művelődési intézménynek nagyon nagy szüksége van. Nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy hogyan, miként kell a találkozáson túl nekünk újra a közösség felé menni. Mindenféle úgymond internetes platformot most már megkerestünk, és örömmel mondhatom, hogy most már nagyjából a terveink is felálltak természetesen. Püspök atyával fogunk még egyeztetni, majd most épp a közeli napokban majd, a következő terveinkről, hogyan, miként, de örömmel mondom, hogy épp a mai nap volt az első ilyen zoomos előadásunk Bese Gergő atyával, aki ugye szintén ott volt a márciusi programpalettán, hogy meghívott vendégként eljön hozzánk egy nagyon-nagyon fontos témakörben, hiszen ő, mint iskolalelkész, pont a mai fiatal generációval, az Z-generációval van nagyon-nagyon szoros kapcsolatban, nagyon sok tapasztalattal. Tehát fiatalkora ellenére mondhatom, hogy valóban sok olyan tapasztalattal bír már, amelyet érdemes meghallgatni, amelyekre érdemes odafigyelni, hiszen egyre több iskola kerül át egyházi fenntartású intézményé. Egyre többen keresik azokat a lehetőségeket, ahol valamilyen fajta társadalmi értékek, keretek között tudják a gyermekeiket biztonságban tudni, hogy tudják, hogy merre, hogyan és miként folyjon ez a fajta nevelési élet. Azt viszont mi is tapasztaljuk, főként most, hogy ugye az iskolák is bezártak, és ugye a gyerekek otthon vannak, a szülők nagyon-nagyon sokan home office-ban dolgoznak, hogy ez az időszak annyira megváltoztatott nagyon sokféle dolgot. Ugye statisztikák igazolják, hogy a COVID, tehát a vírus kitörte előtt körülbelül a gyermekekkel töltött családban, tehát a családban eltöltött minőségi idő egy gyermekre közel 7 perc. Tehát, hogyha most belegondolunk, hogy az a 7 perc az milyen minimális idő, az hihetetlenül kevés. Most biztos vagyok abban, hogy azzal, hogy maga a helyzet kikényszerítette egyrészt azt, hogy a gyerekeknek otthon kell lenni. Ugye a pedagógus, mint olyan, akinek sajnos igen háttérbe szorult úgymond a presztízse, a becsülete, most bizony felértékelődött, mert most azért látjuk, hogy mennyire nagyon fontos a személyes kapcsolat. És azt is látjuk, hogy mennyire fontos a család. És ezért is örülök annak, hogy ennek az előadásnak az volt a keze, hogy, vagy az előadás a címe, hogy Fogom a kezed. És ebben Fogom a kezedben annyiféle gondolat megfogalmazódik. Tehát, hogy ott vagyok melletted, számíthatsz rám, segítek, veled vagyok, figyelek rád, keres engem, közelben, szemeddel, gondolataiddal, problémáiddal. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. És hát ugye látjuk, hogy ezzel, hogy ez a mai program már megtörtént, ez a mai nap folyamán egyébként fel fog kerülni a YouTube csatornákra is, a Facebook oldalra, meg az intézménynek a honlapjára. Innentől kezdve most már van egy olyan tapasztalatunk és egy olyan örömforrásunk is, hogy ezt meg tudtuk tenni, és hogy Gergő atyával személyesen tudtunk így kommunikálni, hogy a következőkben szeretnénk minél több ilyen programot igazából biztosítani, hogy az érdeklődőkkel úgymond kapcsolatba tudjunk kerülni. Tehát ez azt is jelenti, hogy az online tér ezzel, hogy megnyílt, ezt szeretnétek továbbra is használni. Igen, mindenféleképp szeretnénk, mert azt szeretnénk, hogy míg el nem érkezik az a biztonságos idő, hogy mondjuk az intézmény kapuin belül
tudjuk fogadni az érdeklődő vendégeinket. Természetesen az a cél, hogy ha csak tudjuk, akkor ott fogadjuk őket minél hamarabb, hiszen nincsen attól örömtelibb egy művelődési ház keretein belül, hogyha a programjait, amelyeket megszervezés meghirdett, akkor az érdeklődőket személyesen tudja fogadni, személyesen tudja üdvözölni, tud velük beszélgetni, személyesen tudja átadni azt a fajta élményt, amit azért szervez, hogy igazából őket tegye boldogabbá, gazdagabbá. Tehát a személyes találkozásnak nyilvánvalóan nagyon fontos. Van varázsa. Azt nem lehet szerintem. Igen, annak meg kell, hogy legyen a varázsa. Tehát az internetes lehetőségek ezt nem tudják, és nem is feladatuk, hogy ezt felcseréljék, de az mindenféleképpen egy fontos eszköz, és örülünk annak, hogy ez most van, tehát hogy azért mégis valamilyen módon közel tudjunk kerülni hozzájuk. A hitéletnek fontos része az a fajta kultúra, amit a Szent István Művelődési Ház közvetít, tehát ezzel elindult egy folyamat, mert tekinthetjük folyamatnak nyilvánvaló, de hogyan tovább, illetve lesznek-e olyan programok még, amelyekre oda kell figyelnünk? Mindenféleképp. Már most egyeztetünk június 22-én, nagyon sokan ismerik itt Székesfehérváron a Hungarikum együttest, akik egyébként is ugye székesfehérvári gyökerekkel rendelkeznek. Akusztikus zene, akusztikus hang, tehát annyira minden a maga természetességében van együtt ebben a harmóniában. Ők most épp egy kifejezetten katolikus énekeket összefoglaló CD-lemezen dolgoznak, és annak a kiadásán dolgoznak. Június 22-én szeretnénk majd szintén, így az interneten keresztül egy CD-bemutatót, egy beszélgetést velük megtartani. Természetesen a CD-lemezről szeretnénk bemutatni néhány dalt, és amennyiben már azt követően a lehetőségek ezt biztosítják, mivel hogy ott áll rendelkezésünkre egy gyönyörű szép díszudvar, és hogyha lehetőség lesz rá, akkor már ott szeretnénk egy szabadtéri koncertet is tartani majd. A kiállítások nagyon hiányoznak nyilvánvaló, hogyne. Tehát azok a jellegű és típusú kiállítások, amelyek a bármelyik galériában megjelentek, azok nagyon fontosak. Ez így van. Én is látom, mert hogy vannak egyre több olyan művelődési intézmény, ahol online nyitnak meg különböző kiállításokat, és már csak azért is, hogy az is valamilyen utómódon az érdeklődőknek a látókörébe kerüljön, és hogy mégis mutassuk meg, hiszen kultúra nélkül nem tud létezni a világ, és nem is szabad, hogy létezzen, hiszen a kultúra határozza meg az értékrendünket, a látásmódunkat, az érzékenységünket, tehát a szépre való érzékenységünket, és ebbe beletartozik a kultúrának minden szintere. Tehát hihetetlenül nagyon nagy szükség van rá minden téren, főként a minőségi kultúrára pedig különösképpen, ezért nagyon fontosak. Egyelőre a kiállító térbe, ugye a legutolsó kiállításunk Szekeres Erzsébet textilművész kiállítása volt, sajnos épp most beszéltem vele minap, hogy sajnos szomnyaktörése lett Erzsikének, úgyhogy most ő is éppen kórházban van, lábadozik. Őt követően lett volna egy nagyon szép kerámia kiállításunk, ami kifejezetten a húsvéti ünnepekre lett volna egy nagyon-nagyon szép kiállítás. Nagy Katalin kerámia művésznek lett volna a kiállítása, amelyen különböző zsoltárokat is tartalmazott, különböző bibliai üzeneteket, kifejezetten egy lelki, húsvéti felkészítésre adott volna lehetőséget. Ez a kiállításunk egy picit tolódott. Most a nyári időszakra kifejezetten egy néprajzi jellegű kiállításunk van soron, hogy azt hogyan, miként fogjuk tudni megvalósítani, ennek a részleteiről még nem tudok beszámolni, mert ez egy megyei szintű, ami egy hatalmas nagy gyűjtőmunka, amelyet aztán utána ugye a beérkezett pályamunkákat majd zsűrizni fogják, szétválogatni fogják, és az kerül majd kiállításra. Én bízom benne, hogyha nem is nagy közönség előtt, de már egy kisebb létszámú közönség előtt úgymond úgy meg fogjuk tudni majd nyitni, hogy utána kisebb létszámokba látogatható is legyen. Egyébként miként viselik az alkotók, hiszen neked személyes barátai, illetve remek kapcsolat fűz hozzájuk ezt az elzártságot? Nagyon nehezen. Hiszen egy művészembernek nagyon-nagyon fontos az, hogy ő közvetíteni tudjon. Tehát, hogyha van mondani valója valamilyen alkotáson keresztül is, ez akár egy kiállított mű, akár egy irodalmi mű, akár csak egy vers, vagy bármilyen dolog, nagyon-nagyon fontos, hogy mondjuk ma valóban a kulturális életben a művész emberekkel tudjuk úgy tartani a kapcsolatot. És tudom, hogy nagyon-nagyon sokan emiatt... Persze természetesen ezt az időt mindenki igyekszik a maga módján jól kihasználni. Nagyon sokan vannak köztük, akik szinte hetente felhívnak és beszélgetünk, én is felhívom őket, és beszámolnak arról, hogy hogyan, miként készülnek, mert ugye ez egy felkészülési időszak most, mert most arra tudják használni, hogy
a bennük lévő mondani valót és a bennük lévő alkotókedvet, azt tudják minél jobban kifejleszteni. Tehát idő van most arra, hogy most azzal dolgozzanak, hogy majd azt követően, hogyha megnyílnak a lehetőségek, akkor minél gazdagabban tudjanak úgymond az érdeklődők közé eljárni. Fontosak a Szent István Művelődési Ház számára az egyesületek, illetve a klubok, amelyek nem feltétlenül kislétszámúak, de a kislétszámúak is ugyanúgy. Őket mikor tudjátok fogadni elvileg, hiszen szép lassan, fokozatosan nyilván megjelenhetnek a közösségi terekben. Így van, hát épp a héten tartottunk velük is beszélgetéseket, mert ugye azért azt is tudni kell, hogy ezekben a klubokban is változó a korosztály. Tehát itt is előfordulnak azért egy picikét fiatalabbak, és azért ott vannak az úgymond már az erősen középkorúak, tehát úgymond a nem idősebbek, de a 40, 45, 50, 60 évesek. Velük is beszélgettünk, és ők is már nagyon várják a lehetőséget. Egyrészt a találkozás lehetőségét, és azt is, hogy el tudjanak jönni, és hogy alkotni tudjanak egymással közösen, vagy pedig éppen meg tudják mutatni, hogy mi az, amit az eltelt időben alkottak. Amikor a nagy bennük a vágyakozás arra, hogy minél hamarabb jöjjenek, hiszen mi is most már felajánlottuk a lehetőségét, hogy akkor lehet majd érkezni. Azért vannak ott is olyanok, akik még félve mernek esetleg eljönni, tehát nagyobb bennük az óvatosság, várnak még egy picikét, tehát, de biztos vagyok abban, hogy szerintem már jövő héttől lesznek olyan klubjaink, amelyek már ott lesznek. Igen, az intézménybe. Igen, hát a baba ott népszerű, mint ahogy az idősek tornája és Posta Erzsikével, de nyilvánvaló, hogy azért a 65 ami az nagyon jó, hogy azt már lehet, igen, majd már szabadtérben végezni. A baba-mama foglalkozásokkal kapcsolatosan, amelyek nekünk nagyon-nagyon fontosak, ugye főként a családtámogatás miatt, mert és örülök annak, hogy mint Kamarás Emese drámapedagógus és mint Berki Lilla szintén egy ismert népdalénekes vállalták ugye ezt a fajta kétfajta foglalkozást az egészen piciktől a picit nagyobbakig. Épp Emesével beszéltem most, hogy ő is a maga érdeklődési körén belül, tehát azzal a közösséggel, akiknek ők ezt folyamatosan tudta tartani, és az érdeklődőkkel, hogy ő is mérje fel az igényt, hogy kik azok, akik ebben úgy gondolják, hogy már tudnak jönni, kik azok, akik szeretnének ebben részt venni, és hogy akkor amennyire csak erre igény van, akkor tudjuk elindítani újra. A hitélet továbbra is fontos, tehát augusztus a Szent István ünnepség sorozat keretében mindig folyamatosan egyik kiemelt helyszín a Szent István Művelődési Ház volt természetesen Székesfehérváron. Idén mit várhatunk? Vannak-e már olyan tervek, amelyeket megyéspüspök úr is jóvá hagyott? Ez természetesen megint csak idézőjelbe tesszük, hogy milyen rendezvények lehetnek, még pedig azért, mert nem tudhatjuk, hogy adott esetben visszatér vagy sem. Igen. De hát reméljük a legjobbakat. Hát reméljük, ugye a legutóbbi körlevél, amit erre vonatkozólag ugye a Székesfehérvári Egyházmegye ugye püspök atya engedélyével jóvá hagyott, az még akkor arról szólt, hogy nagyon-nagyon sok olyan, úgymond az augusztusi ünnepkörre való sok minden nem lesz még úgy megtartva. Tehát a változásokról én most személyesen nem tudok sajnos tájékoztatást adni, hogy melyek lesznek azok, amiket mégis meg fogunk tudni majd tartani, vagy melyek azok, amiket püspök atya majd úgy ítél meg, hogy már meg lehet őket tartani. De bízunk abban, hogy mivel, hogy tudom, hogy amikor dönt, ő mindig jól dönt, tehát valószínűleg annak megfelelően fognak majd dönteni, hogy mindenkire nézve biztonságos legyen és jó legyen. Ugye beszéltünk a Szent István Művelődési Ház programjairól, munkatársairól, egy kicsit essék szó, hogy te magad miként viselted ezt, miként lehet ezt feldolgozni, hogy aki azt mondom, hogy reggeltől estig hivatásának él, miként tud tovább lépni, miként tud gondolni a holnapra, a jövőre? Az első két hét számomra nagyon nehéz volt. Nagyon sokféle gondolat volt a fejemben. Az elsősorban először ugye az aggódás mindenféleképp, hogy hogyan, miként tud majd az intézmény működni, hogyan, vajon milyen terheket fog róni egyáltalán működés szempontjából magára az intézményre. Akkor nagyon nagy örömömre szolgált az, hogy akkor mindjárt kaptunk is egy telefont, hogy nem kell attól félnie az intézménynek, hogy bárkit most így hirtelennyében, ugye akár elbocsátás lenne, hiszen mindenki arra számít, és mindenki azt várja, hogy az intézmény újra tudjon nyitni, és hogyha újra nyit, akkor ennek az intézménynek ugyanúgy, mint ahogyan eddig is, tehát működnie kell, mégpedig ha csak teheti, akkor a tőle várható legjobb módon kell, hogy működjön, ami azt jelenti, hogy tehát mindenkire szükség van. Ezért is örültem annak, hogy akkor így a kivitelezési munkák során mégis bejöttünk. Furcsa volt először az is, hogy én azért amióta
most már 9. éve vagyok az intézmény vezetője, és kezdettől fogva, és hát ugye azt megelőző 3 évben is szinte mindig bent voltam az intézményben reggeltől estig. És nem azért, mert hogy ez lenne az előírás, hanem mert egyszerűen úgy éreztem, hogy úgy tudok igazából gazdája lenni az intézménynek, tehát felelősen tudom vállalni a dolgokat, hogyha ott vagyok, ha látom, ha tudom, hogyha elérhető vagyok, ha elérhetővé teszem magam, hogyha bármilyen probléma van, akkor tudják, hogy merre, hogyan lehet fordulni. Természetesen ezzel nem a személyemet előre tolva, hanem háttérben maradva, de hogy tudják, hogy a lehetőség ott van. Ez volt nehéz, ez kellett először átalakítani az otthoni teendőkre, de aztán sikerült. Utána jött azért egy olyan 2 hét, amire azt mondtam, hogy mintha szabadságon lennék, de akkor már láttam, hogy szépen folynak a munkák az intézményben. Nagyon sokat kezdtem el gondolkodni, hogy hogyan, miként kell a kollégákkal eljutnunk arra a pontra, hogy az internetes felületeket kezdjük el tanulni, nézzük meg, hogyan fogunk tudni vele dolgozni, hogyan fogunk tudni vele kommunikálni, tehát hogy minél közelebb kerüljünk majd a hozzánk, tehát a ránk érdeklődők elé. De azt követően viszont meg már maga a tervezési időszaka jött. Tehát most viszont már újra úgy érzem, hogy elindult bennünk egy nagyon-nagyon erős motiváció arra, hogy széles sávon gondolkozzunk a tekintetben, hogy attól függően, hogy milyen lehetőségek állnak majd rendelkezésünkre, akár az internet segítségével, akár pedig, hogyha már maga a személyes találkozások létrejöhetnek, hogy hogyan, miként haladjunk tovább, mert mi nagyon-nagyon várjuk. Egy dologról még kell, hogy beszéljünk, ugye a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjeként milyen kapcsolatrendszer, kialakult egy remek kapcsolatrendszer nyilvánvaló, ők hogy vészelték át? Horváth nagykövetséggel tudtam beszélgetni most itt ez idő alatt, bár az önkormányzattól is beszéltem Halász Etelkával, ugyanis polgármester úrnak ugye több olyan kezdeményezése is volt, és láttam is, hogy beszélgettek a testvérvárosok polgármestereivel. Úgy tudom, hogy ez éppen akkor a Horvátországgal még ez idáig úgymond nem jött össze, hogy ők hogyan, miként reagáltak, de én a horvát nagykövetséggel voltam jobban kapcsolatban, velük beszélgettem, ottani munkatársakkal, sőt magával a horvát nagykövet úrral is beszélgettem. Hát ők is azt mondták, hogy ők is óvatosak. Természetesen ugye minden olyan programot ők is korlátoztak, amelyeket a maga a vírus kitörése ez törvényszerűvé tett, hogy azokat korlátozni kell. De ők is odafigyeltek arra, hogy a kommunikáció, mint olyan, akár itt magyarországi kisebbségi önkormányzatokon belül az élő maradjon, folyamatos maradjon, épp tegnap hívtak, épp ma délután lett, ne, csak mondtam, hogy ma nem tudok elmenni, mert akkor már megbeszéltük a mai beszélgetés időpontját, a nemzetiségi önkormányzatok vezetőjének egyfajta tájékoztató jellegű beszélgetés, hogy hogyan, miként szervezik, tervezik ők is a dolgaikat. Ugye azt tudni kell, hogy a nemzetiségi önkormányzatoknak is a működésük mellett számtalan lehetőség van, hogy pályázhatnak közpénzekre ahhoz, hogy mondjuk kulturális programokat szervezzenek, és ott nagyon helyesen döntött úgy a Bethlen Gábor Alapítvány, hogy ebben az évben ezekről a pályázatokról függetlenül attól, hogy ki nyert, ki nem nyert, hogy ezt a pénzt, ezt teljes más, hogy arra fordítják, amire szükség van. És azért itt azért ebben a helyzetben a prioritások teljesen megváltoznak. Nyilván. És ez egy teljesen jogszerű dolog, és úgy gondolom, hogy ez így helyes. No, hát én köszönöm szépen, mi mást kívánhatnék, és minden székesfehérvári nevében, hogy mielőbb nyitva lássuk a Szent István művelődési házkapuját. Hát így legyen. De hát tudjuk, hogy mindennek rendelt ideje van. Igen. Köszönöm, én köszönöm a lehetőséget, és hát jó munkát addig is. Köszönöm, hát én is kívánok mindenkinek nagyon jó egészséget, és kívánom, hogy mindenkivel minél hamarabb találkozhassunk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, a Szent István ház jövőbeni reményteljes újranyitásáról beszélgettünk, vendégem Jakubek Tiborné volt a ház igazgatója. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!